mondom ki hány éves, de jó egészségnek örvendő. Szeretem a hivatásomat. Sikeresnek számítok benne. Hát miért nem vagyok boldog? Egy egyszerű koncerttel jóval túlmutató, sokrétű előadással örvendeztette meg a minap a Salgótarjáni közönséget Hernádi Judit. A művésznő egy önálló esbe sűrítette, és adta át mindazt, ami számára igazán fontos. Már 3 évvel ezelőtt pontosan, egy kerek születésnapomon, a 60. életével töltöttem be, akkor az Orlai azt mondta, illetve hogy már előtte 1 évvel engem presszionált Orlai Tibor, hogy csináljak egy műsort. És amikor eljött ez a dátum, akkor hát úgy gondoltam, hogy tényleg itt az ideje, hogy az ember csináljon egy ilyen összeállítást, és akkor ez volt tulajdonképpen a nyitó gondolat ennek az egésznek. Ezért született ez meg. Ezt én raktam össze az én életemből azokra a dolgokra, amit én fontosnak tartok. Vannak versek is benne, dalok vannak benne, egy zenekar jön velem, a Heili Gábor és még néhány zenész. Bár a zenekar ott van mellette a színpadon, ez mégiscsak egy önálló est, ami nagyobb felelősséget is jelent számára, mintha többen szerepelnének az előadásban. Mindenképpen felelősségteljesebb egyedül állni egy előadáson, és azt mondani, hogy én vagyok egyedül, amit nézni lehet, de ez nem egészen így van, mert pont emiatt én arra törekedtem, hogy mindig legyen valamilyen történés a színpadon, valami vetítés, vagy bármi, valami, ami úgy van még rajtam kívül, amitől azért lehet a figyelmet máshova is terelni. Tehát lehet választani, engem néz, vagy a vetítést. Ez jó nekem, ezt én szeretem. Hernádi Judit már 3 éve játssza önálló estjét, amely bár nagyrészt megmaradt olyannak, amilyen induláskor volt, de bizonyos elemei változtak, ahogy a hangsúlyok is, hiszen a világ is változott az elmúlt 3 évben. De a színház lényege éppen ez, hogy élő, ezért sem múlt el a mai napig a népszerűsége. Mindig változik, nincs két egyforma előadás, még olyan előadás sincs két egyforma, aminek csak megírt szövege van, nincsen olyan. Ezért egy élő dolog a színház, és ezért nem múlik el, ezért nem tudta megölni se televízió, se film, se semmi, nem is fogja. Az, hogyha valaki fönnáll egy pódiumon, vagy nem egy pódiumon, mindegy, egy arénában, tök mindegy, és személyesen közvetít embereknek jelen időben, az mindig kurrens dolog lesz. És itt a pont.